Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön, hogy a Russian Code 4-ben Overground nevű pályája, aki most talál rá erre a videóra, csak jelzek, hogy az O betűnél járunk, és az összes Code 4 Remasterben felelhető jelenlegi pályán végig megyet. Mit csinálok ebben a sorozatban? Egy rásolási, illetve játéktechnikai módszert mutatok be, egy javaslatot, amit én kifejlesztettem saját magam számára, a sok-sok ezer óra alatt, amit eltöltöttem Code 4 alatt, és most az Overground-nál járok. Miről beszélek itt? Spawn rendszerről, érdemes figyelni a helyekről, egy rush módszerről, és hogyan küszöböljünk ki különböző helyzeteket, arról van szó. Úgyhogy vágjunk is bele. Kezdjük majd. Végigmegyünk spawn rendszeren, fegyverjavaslatokon, és ja, és ugye általános a taktikákon annak, aki szokta nézni ezt a sorozatot. Kezdjük a spawnnal. Spawn. Sokfelé lehet overgránul spawnolni, sokfajta fegyverrel lehet menni, de ugye először is ugye a spawn rendszer. Hova a spawnoltat overground, és fogunk beszélni arról is, hogy milyen gyorsan változik, és hogyan változik a spawn. Hova spawnoltat az overground? Általában ennek a háznak a környékére, erre a környékre, oda be szokott spawnoltatni, arra érdemes figyelni, ebbe a házba be szokott spawnoltatni. Oda, arra környékre szokott spawnoltatni, és néha ide is szokott spawnoltatni. Hova spawnoltat még ezen a térfélen? Az overground gyakorlatilag szokott oda időnként, de a leggyakrabban oda, és ebbe a benzinkút környékére be a házba, vagy oda, és ezért előszeretettel mozognak a játékosok ehhez a kerítés, és hova szokott még spawnoltatni? Az overground, az pedig, ugye kezdésnél ide fog spawnoltatni, de amúgy játék közben is gyakran spawnoltat erre a régióra, itt, be ebbe a házba szokott bespawnoltatni, úgyhogy erre mindig figyelni kell erre a házra, és ide is szokott spawnoltatni, erre is érdemes figyelni, hogyha egy olyan szögből érkezünk, hogy ebbe a házba szoktak lenni, és ezt a mezőt úgy érdemes figyelni. Nos, milyen gyakran változik a spawn? Ehhez is különböző helyzet meghatározások vannak gyakorlatilag. Ha tegyük fel, hogyha itt jársz, akkor még spawnolhatnak oda emberek. Hogyha már valahol, amúgy néha ebbe a házba is szokott spawnolhatni, ha már valahol itt jársz, akkor az emberek már oda szoktak spawnolni a benzinkúthoz. És hogyha már elérsz a benzinkúthoz, és esetleg itt megy a csata, vagy éppen már kilőtték őket, ha már itt jársz, akkor már oda fogja spawnoltatni az embereket, akik amúgy erre fognak jönni legtöbbször, és lesz, aki ott kempel. Szóval, ha csipás vagy, akkor igen-igen kell figyelned oda is, azt érdemes innen, erről a területről figyelsz oda, de ha nem jön senki, érdemes megnézni azt a sarkot, azt a hálat, és az átfutókat a hídon ki lehet szedni, és az átfutókat itt ebben a közelségben, és azt a házat is. Nos, nagyjából ez az átfordulás, és hogyha már itt jársz, ezen a részen oda még szokott spawnoltatni embereket, és mindig vannak kemperek ott. Ott mindig vannak kemperek, ezért érdemes ezt a helyet elkerülni, de majd arra is ki fogunk térni. Ez is függ, hogy mennyire vagy magabiztos, vagy nem vagy magabiztos, mennyire van FPS-en, nincs FPS-en. És ha már ezen a környéken jársz, akkor a spawn már elkerül abba a kis csűrbe, vagy mi az Isten nyila ott, és akkor itt már ki tudod őket kempelni. És hogyan szoktam én végig rásolni ezt a pályát, de még mielőtt arra rájövök, itt van fönt ugye ez a gépfegyver, érdemes ráfókuszálni a helire vele, hogyha arra jár. Itt van ez az ablak, hogyha csipás vagy, vagy gépfegyveres, vagy akármi. Ha ide kiállsz, ugye nem nagyon látod itt esetleg a faáktól, de sima Code 4-ben látod így is, de ugye itt kiállsz Code 4 Remasterben, és ott az ablak, és ott ezt a sarkot ki tudod szedni, és ki tudod szedni azt is, aki azon a házon rajta van. Overground-nak megvannak az ilyen kis apró cseprő, ilyen kis jumpjai, azt kell, hogy mondjam. Ugye itt is szoktak fölmenni az emberkék oda arra a házra, ami ott van, innen érdemes fölmenni, és végig kell ugye itt futni, és akkor nagy boldogságodban
mondom, nagy boldogság, igen, megvan a trükkje, csak ezt össze szoktam használni, egy kis nekifutásra föl lehet ugrani, és innen is ki lehet kempelni az emberkéket, és jaj, de jó, nagy boldogság megvan. És gyakorlatilag nagyjából ezekre kell még néha figyelni overrun szempontjából. Most a rásolás ezen a pályán sok többfajta útvonalat és a rásmódszert lehet alkalmazni ezen a pályán, és nagyon-nagyon radarfüggő, hogy merre rásolsz. Ezért beszélgessünk egy kicsit a csipásokról, hogy a csipásoknak távolságot kell tartania. Remek csipapontok, hogyha jó vagy csipázásból, ugye ez a sarok, de nem így, nem így, tehát nem ide jövünk, itt legugulunk, és így kinézünk, hogy majd én itt kicsipázom, itt kiszednek, mint a szart. Az emberek keze arról az oldalról úgy rááll már erre a sarokra, mint hogyha nem tudom, szentírás volna. Szóval nem így, hanem már így szoktam csipázni, ide jövök, ebbe a távolságba, és kinézek. Miért? Mert egy kicsit összeolvad ezzel a házzal az az Isten, mert te csiparuci. Szóval a dzsungelruci összeolvad azzal, és akkor innen így kinézek, és esetleg úgy. Remek csipapont természetesen az az ablak, amit mutattam, illetve az az ablak, de kód 4-ben nagyon jól működik az a kemfajta, amikor nem így ide állsz az ablakhoz, ne, hogy már nagy nyílt célpont legyen, nagy lófasz. Így. Innen szépen csipával, és csak azokat szedek ki, akik paf-paf, vagy paf-paf, ott vannak, és a radaron úgy is látni fogod, hogy ki az, akit nem fogsz tudni kiszedni, mert alul jön, és akkor be tudod őket várni a házban, KP-val, akármivel, Desert Eagle, agyem kínjával. Remek csipapont, ugye elég egyértelmű ez, és vannak, akik ezt csinálják. Hogy lehet itt csipázni? Vagy ide, ha ide befeksz, az még elmegy, de az is viszonylag látható. Én itt is így távolról szoktam. Behúzódok egy kicsit ide az árnyékra, hogy behol vagyok a dzsungelrucival, és akkor így. Innen. Szoktam így kikempelni, följövök ide esetleg. Tehát nem lőj, mert itt már így rám betül a fény gyakorlatilag, tehát ha látjátok az árnyékot, ahogy megy a fegyveren, úgy villan meg rajtad is a fény, és ja, ide behúzódhatsz még esetleg, de így ki kell mozdulni, és elég kényelmetlen az arra felé való célzás, ezért ugye inkább innen lövök, ha úgy van, és akkor innen lövök, ha úgy van. Ugye tipikus, nagyon szeretik a csípások azt a csűrt című csipa camp hely, a kő mögött itt, ami ott van, ez a kő mögötti camp hely, ez a kő is pont ugyan sima, mint ezelőtt 100 évvel volt a kód név, de most már raktak rá egy füvet. Ugye lehet nagyon jól kempelni arra, de javaslom, hogyha arra kempelsz csipával, akkor feküdj le itt. És akkor tök kényelmesen, viszonylag láthatatlanul tudsz kempelni arra felé, és ugye szeretik az emberek ezt a csűrt, meg ezt a kis ablakot itt, mert fantasztikusan lehet jól bekempelni azon részeket. De ugye innen lehet oda is kempelni, és ezt a helyet szokatlanabb, egy kicsivel szokatlanabb ez a hely, mint a csűr, és ezért nem mindig hajlamosok észrevenni. Na most itt ezen a részen tök jól el lehet rejtőzni a dzsungelrucival, szóval innen szoktak kempelni, van, aki ide jön, nem tudom miért csinálni, én távolabbra szoktam kempelni, ugye innen szoktak kempelni, oda is szoktak kempelni, akkor van, aki nagyon ügyes, és ide eljön kempelni, egészen ugye a csipával, beolvad a dzsungelrucival, és van, aki még ügyesebb, egészen ide feltra húzódik, és innen kempel oda, és innen kempel oda, mert innen nagyon jó be lehet olvadni gyakorlatilag, és akkor innen is szoktak ugye oda kempelni, itt könnyebb egy kicsit kiszedni őket, és oda is szoktak így kempelni innen. Nagyjából ezek úgy a tipikus sniper helyek, még azért van, amikre vigyázni kell, ha sniperként játszol, érdemes őket megfontolni. Ugye innen is szoktak kempelni, én egészen ide eljövök, és ugye itt jött a kis bokor, el lehet benne bújni, ki lehet azt kempelni, és azokat, akik ott jönnek, és ugye innen is megint csak kempelem azt, aki ott jön, egészen elfutok ide, itt szoktam még kempelni, ide visszajövök, itt szoktam még kempelni, és ez egy kritikus pont. Eldönthetem, hogy fölmegyek a házba, vagy eljövök itt erre, és itt erre ugye mondtam, vigyázni kell, azt ott mindenképp meg kell nézni kempozícióba, és itt maradok. Látjátok, tehát itt van ez a fa,
és ez a fa némi fedezéket nyújt onnan és onnan, az esetleg észrevevőknek, és akkor tudok kempelni onnan. A radar eldönti, hogy erre mész tovább, vagy erre mész tovább, mert hogy ott arra jönnek, de ha erre jössz tovább, ugye egy csipásról beszélünk, jelenleg ugye próbáljuk tartani a távolságot, leraksz egy claymort, ha úgy adódik, és akkor ahogy meséltem, ott mutattam, paf, paf, kiszedjük, akit ki kell, de ha itt vagy, valamiért abból a házból könnyebb ide lőni, és ezért tényleg óvatosnak kell lenni, hogy hogy szedett ki az embert, és őket, akik ott jönnek, az az úton nagyon könnyű kiszedni, és ha már itt jársz, akkor érdemes megnézni ugye azt a spawnt, hogyha úgy van, azt a spawnt, és érdemes ott azt megnézni. Nagyon trükkös vagy, ide ki tudsz állni, hogy a házon lévőt, ha esetleg van, akkor ki tudod szedni. Következő dolog, csipásként, megint csak mondom, akkor el tudsz jönni, ugye erre, na most legtöbb csipás, és nem nagyon értem, hogy miért csinálják ezt, de biztosan maga biztosak, és azért csinálják ezt, ide jönnek és itt kempelnek, vagy a hordó mögött kempelnek, értem szerintem, mert hogy szűk a hely. A sima kód 4-ben ez itt nincs. Értitek, ez a kurva izé nincs itt, és itt át lehet kempelni ezeken a fákon. Na most már ebben a kód 4-ben legugolsz, és ide jössz, és akkor ki tud kempelni azokat, és egyáltalán ugye tudsz figyelni arra a helyre is, mint csípás, és akkor tovább folytathatod az utadat erre, radar eldönti, hogy itt van-e időd megállni, és kinézni oda, vagy ugye a spawn még nem fordult meg, hogy oda spawnoljanak, még itt vannak azon abban a csűrben, ott érdemes eljönni akkor erre, és itt ki kell kempelni. Na most, ha gépfegyverrel változol, vagy radar alatt akarsz futni, radar jammerrel, vagy valamivel, akkor az útvonal némileg megváltozik. Akkor az opciód ilyen végesek. Tehát, hogyha egy gépfegyvered van, akkor eljöhetsz erre, ott be a csűrbe, és majd ha rá... Tehát jó, menjünk el arra. Tehát a gépfegyvered van, eljöhetsz erre, mert itt megfelelő a távolság, és tisztán látod még az enemit, hogy kit tudsz kiszedni. Bejössz a csűrbe, kitisztítod, akit ki kell tisztítani, de nem ott folytatod az utadat, mert kiszednek szembe, hanem visszajössz erre, és itt ezen a ponton az igazság az, hogy kicsit macera, hogyha ott kempelnek, de meg lehet csinálni, tehát kijössz így egy kicsit, kinézel, ez mind gépfegyver esetében, tehát kinézel, ha van ott valaki kiszedett, ha nem, átjössz, és kinézel, nagyjából úgy oda, és eldöntött, tehát a radar dönti el, hogyha ott vannak, akkor arra mész, ha ott vannak, akkor arra mész, és ugye akkor eljössz erre, érdemes felnézni, nem megfeledkezni erről a helyről, sőt, érdemes idejönni, és az ott lévőket kiszedni egy gépfegyverrel, fantasztikus, és ne feledkezzünk meg a csűrről, én kb. Innen szoktam őket kiszedni, így, teljesen jó belátni, nem kell kiállni, hogy lássanak téged. Eljövünk erre, itt ugye kiszedjük őket, ez fantasztikus. Valaki beszeret ugrani az ablakon, de régen itt simán be lehetett ugrani, az az igazság, vagy van, aki el szokott jönni erre. Én az ablakbeugrós módszert jobban kedvem, az az igazság, mert akkor helyből be tud jönni erre, és az ott lévőket leszedni, és esetleg figyelni arra, de itt már így kiszoktam jönni, és azt, aki ott van, és ott van, megpróbálom innen kiszedni az ajtóból, hogyha arról van szó, és hogyha kiszedtem, akkor nem átfutok, mint az őrület, mert addigra már oda spólolnak is, onnan bármikor kiszedhetnek, valaki azt csinálja, hogy átfut, nem javaslom, én meg szoktam fordulni, tehát itt visszajövök, és vagy elmenyek erre, megint csak, és vissza, egészen azon a kis rövid útvonalon, de ezt a radar dönti el, hogy mekkora távolságot akarsz megtenni, vagy ugye eljövök itt erre, vagy úgy erre, például így visszafordulok teljesen, ezt a házat megnézem, kikempelem, és radar eldönti, mert addigra egy-két lövés lesz, radar eldönti, hogy arra megyek, mert hogy ott van valaki, vagy visszafordulok már megint csak, és eljövök erre, és itt mindig átfutok, tehát ez egy ilyen kötelező, és ide jövök, tehát van, aki így helyből kijön, és vagy helyből fut, mint az őrület, és aki jön szemből, mert ugye futsz,
mert nem akarod, hogy ott kiszedjenek, vagy ott kiszedjenek, akármi van, futsz, és mi, hogyha futsz, nem tudsz gyorsan zoomolni, és aki jön, aki innen szokott jönni, már így jött, így jön, így zoomol, az egy kis őrületes, és ezért neked, hogyha már innen átfutsz, kedves barátom, akkor neked ide kell futni, és innen te is zoomol, aki tudsz szedni az illetőt, kiszeded, és már is oda nézel. És hát Istennek ebbe a kódnébe ezek itt tök jó sűrűk, szóval nincs nagy para vele, tehát nem látnak abból az ablakból, ami ott van. Radar eldönti, hogy arra indulsz el, vagy arra indulsz el, ugyebár arra indulsz el, akkor érdemes bemenni a házba, ott tisztogatni, és ugye, hogyha már bemész ebbe a házba, mert hogy arra spawnolnak, akkor innen érdemes őket kiszedni, sőt, el kell jönni ide, és akkor ott az ott lévőket kiszedett, addigra egy pár átfut arra az oldalra, és észre is veszik, hogy itt vagy, ezért szépen föl gyorsan a házba, gyorsan, ide jössz az ajtóhoz, és megvárod őket. Nem ide jössz helyből, nem. Ide jössz az ajtóhoz, és vársz, hogy jönnek-e, ha nem. Ha nem jönnek egy olyan 3-4 másodperc múlva, akkor jössz ide, és először azt az oldalt nézed meg, utána nézed meg azt az oldalt. El van döntve. Na de, hogyha a radar úgy kívánja, és nem ide spawnolnak, hanem pont a másik irányba, és ugye itt jársz, a radar úgy kívánja, hogy erre kell jönnöd, akkor itt jössz a szélén. Miért? Mert az, aki ott kempel, és az, aki ott kempel, többnyire azokat nézi, és azt az oldalt, ezért maximálisan megvan az esélye, hogyha itt jössz, akkor először kiszeded azt, utána kiszeded azt, és itt jössz, megállsz, meglézed, hogy ki megy el arra, bejössz, bim, kiszeded, akit ki kell szedni, föl a lépcsőn megnézed, ugyebár, de ezt érdemes lehet radar alatt csinálni, mert amint lősz egyet, itt egy hangos fegyverit, vége a meglepetésnek, és akkor elértünk ugye idáig, én itt át szoktam futni, vagy át szoktam futni, radar eldönti, hogy hogy van, és már is megvan egy ilyen kidolgozottabb gépfegyverre való rásmódszer, amivel fegyvert ajánlok ide, egy M4 M16 G3, hát M4 M16 leginkább, hogyha ezeket a szőkebb útvonalakat tudod választani, MP5, de akkor nagyon házról házra kell mozogni, csak egy ilyen kis szűk évre, hogy egy ház, két ház, három ház, és csűr maximum, és nagyon szűkre kell fogni az útvonalakat, de teljesen meg lehet oldani egy ilyen MP5 kategória, AK-74 kategóriai fegyverekkel is. Overground trükkje nagyjából ennyi lett volna. Ha szorult a helyzet, hogy látod, itt sokan vannak, ne feledkezz meg erről a helyről, fantasztikusan el lehet itt bújni. Az az igazság, ugyancsak igaz ez a tank mögötti állapotra, és ugyancsak igaz ez erre a kis részre is. Itt tök jól el lehet bújni, nem ön számítanak rá, hogy itt vagy, nem is nagyon látszol, annak ellenére, hogy te jól látod ezt a területet, srácok. Overground részemről ennyi lett volna, valamit kihagytam volna, javaslatokat a kommentben elfogadok, értelmeseket természetesen. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!